Zsúfolásig megtelt a kereskedelmi és iparkamara nagyterme a KKV klub nyitó rendezvényén. Ez is jelzi, hogy a kis és középvállalkozások vezetőinek fontos, hogy megoldásokat találjanak a szektorukat érintő kérdésekre. Bot Péter Ákos szerint az egyik fő probléma, hogy a fogyasztóképes kereslethez viszonyítva túl sok cég működik Magyarországon. Ebből az is következik, hogy nem mindenki fogja túlélni a következő évet, de ez nem tragédia. A tragédia az, hogyha erre nincsen felkészülve és nem tud magával mit kezdeni. Ebből nekem az is adódik, hogy méretet kell növelni, van az felvásárlással, együttműködéssel, összeolvadással, esetleg van egy generációs váltás, hiszen az életkor miatt sokan nyugdíjba mennek, a cégüket el lehet adni, össze lehet vonni. Az összefogásra nyújtanak jó példát a klaszterek, amelyek életre hívását az Európai Unió is szívesen támogatja. A szakember szerint azonban a klaszter szó kimondása önmagában nem jelent sikert. Közösséggé kell tudni válni, a közösségnek pedig van egy pár igazi kulcsa. A bizalom az egyik legfontosabb ebben, a másik pedig az, hogy egy olyan markáns klaszter menedzser álljon az élén, amelyik az integrációt tudja vezényelni. Gulyás József szerint rendkívül kevés sikeres klaszter működik ma Magyarországon, ezért is fontosak az ilyen klubok, amelyek alkalmat adnak a vállalkozásoknak a közös gondolkodásra. Az ok, amiért ezt így létrehoztuk, az a lemaradás a multinacionális és nagyvállalati szféra mögött, ami a környezeti, negatív környezeti hatásokat illeti. A KKV kitettsége ugyanis lényegesen nagyobb az érzékenységük miatt, mint a multinacionális szféráé. Ahogy mi látjuk, persze nyilván erről nekik van egy másik véleményük, viszont az ellensúlyozás eszközrendszerét illetően viszont már egész biztos, hogy a KKV-k hátrányban vannak, ezt szeretnénk valamelyest ellensúlyozni ilyen típusú segítségekkel. A havonta programot kínáló klub következő rendezvényének a Széchenyi Egyetem Kauz Gyula gazdaságtudományi kara és Ragnar László, a VOSZ megyei elnöke lesz a vendége.